Üdvözlök mindenkit a Torino elleni vlog epizódunkban. Nem bíztam semmit a véletlenre, 4:30 van és már itt vagyok a stadionnál. Főként a parkolás miatt igyekeztem korán jönni. És még egyéb oka is van, de erről majd később. Egyelőre még egyébként nincs túl sok szurkoló. Bár azért a Reden White-nál azért van tumultus. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Na szóval itt vagyunk a Red and White mellett. Iceman, mit vársz a mai meccstől Torino ellen? Egy olyan mérkőzést várok, amelyen bár ha Torino is fogja ütni, akkor is jobban helytáll a csapatunk, és nem ilyen nevetséges gólokkal kapunk ki, mint hogy azt tettük Alessandriába. És nagyon bízok benne, hogy egyszer legalább gólt ünnepelhetünk a stadionban majd. És egy tipp egy végeredményre? Nagyon optimista leszek, egy 2-2. Na hát az jó lenne, úgyhogy akkor hajrá! Fél óra a kezdésig, és még eléggé fokhíjasok a lelátók. Jöttek Torinóból is. Zárójelbe jegyzem meg, Forza Juve, Merda Toro. A másik indok a korai érkezésre, az ennek a sálnak a beszerzése volt, amit limitált példányszámban dobtak ki. Reméljük, hogy ez a zene ma el fog hangzani a meccs alatt is többször. Üdvözlünk mindenkit a Torino elleni meccsen készült Loki vlogról, immár a lelátóról. Na mit szólsz így a meccs előtt a meccshez? A meccs előtt még nehéz hozzászólnom bármit is. Megálmodtam, hogy 0-0 lesz. Reméljük, hogy nem. Én nem tudom, engem nem zavarna, hogyha 0-0 lenne. Tehát, hogyha nem lövünk gólt, akkor a legjobb eredmény a 0-0. De nyilván elsődlegesen én annak szorítok még, hogy a kiskapunk lőjünk gólt. Én is azt mondom, inkább kapjunk ki 2-1-re, de úgy, hogy mondjuk 1-0-ra vezetünk, vagy kiegyenlítünk, és legyen egy ilyen nagy tombolás, mint hogy csak konstatáljuk, hogy ok 0-0. Az olyan, mint aki hozza a tombolákat, és megveszünk tőle. Így van. Na hát nem tudom egyébként, hogy a mérkőzésen mire számítsak, de abban bízok titkon, hogy az olaszok nem fognak nagyon sokat tenni a gólszerzésért. Nekik jó ez a 3-0, beállnak majd a biztos védekezésre, úgyhogy nehéz lesz gólt szereznünk, de hát nem tesznek meg minket azért, hogy ők is gólt vagy gólokat szerezzenek. Egyébként, hogyha 3-4 góllal kikapunk és az lesz az eredmény vége, akkor is azt tudom mondani, hogy az egy reális dolog. Itt szólunk a kezdőhöz, nem tudom, hogy láttad-e. Megsugom, hogy telibe találtam a beharangozóbb, úgyhogy már megint én vagyok Mind Control Herceg András. Mivel nem emlékszem, hogy a kezdőben mit tettél. Ez az, hogy ez a baj. Na az a lényeg, hogy Garba kezd elől. Szécsivel. Trujic és Varga Kevin a széleken. Tőzsér Haris középen. Kusnyira jobb hátvéd, a többi a szokásos. És ott van Tünde a padon. És kinyik is akkor a padon. Így van. És Tünde a padon. És az olaszok nem. Zaza Belotti, azt is eltaláltam. Úgyhogy
Ennyi, egyszerűen kurva jó vagyok. Hát most... az a baj, hogy ki fogunk kapni, tehát hogy valahogy azért az a realitás, ezt be kell látni, hogy itt már a döntetben is nagyon nagy siker lenne, tehát brutálisan erős csapat. Meglátjuk majd. Én arra azt gondolom, hogy ezt a 90 percet, mint debreceni szurkoló, egyszerűen csak élvezni kell, és abban bízok, hogy a srácok, akik kimennek a gyerekbe, ez a 11 fő, akit így eltaláltál, és majd a cserék, azok mindent megtesznek azért, hogy aki most kilátogat ide 15-16 ezer néző, az élvezze ezt a találkozót, és úgy menjünk haza, hogy igen, azért valamit tudattunk, mert azért idegenben ezt nem biztos, hogy el tudtuk annyira mondani magunkról, de jó lenne itt megmutatni azt, hogy igenis van erő ezekben a játékosokban és ebben a csapatban. Most így hallva egy picit a szurkolókat, belegondolva abba, hogy mikor a legutóbbi teltház volt, akkor még bajnoki címért küzdöttünk. Mennyivel jobb lenne azért most, hogyha lenne egy kis tétje ennek a mesének? Tudjuk, hogy igazából már nincs, hogy egy kicsit így más a szánkíze, nem? Mintha még lenne reális esélyünk, még csak minimális is. Tudom megmondani, mi lett volna hát, de én nagyon sok... Vaffan, kuló, toró, toró, vaffan, kuló, ezt nagyon adom. De én nagyon sokszor azt éreztem már baki meccseken, hogy függetlenül az eredménytől is nagyon jó szurkolásra képes a társaság. Úgyhogy ilyen szempontból én nem gondolom, hogy annyival nagyobb lenne a szurkolás, hogyha lenne tétje. Így is mindent beleadnak majd, és beleadunk majd közösen, aztán reméljük. Nem is arra gondoltam, hogy nagyobb szurkolásra, csak hogy a feelingje, a mikéntje lenne mások. Nyilván ezért voltunk szomorúak az első meccs után. Benne volt, hogy kikapunk, az is, hogy 2-0-ra. Nyilván így is, hogy a 2-0 lőnének egy gólt, ugyanúgy rögtön elmenne. Olyan szempontból talán így jobb, hogy a teljes esélytelenség súlyából jöttünk, azaz 0 g-nyi súllyal. Így nem fog zavarni, mert ha 1-0-ra kikaptunk volna, vagy 2-0-ra most felfokozott várakozás lett volna a meccs előtt. És akkor lejönnének megint a kommentek, hogy hát akkor majd most tovább jutunk, meg ne fikázzatok, meg ne írjátok le. Tegyük fel, hogy a 60. percben kapunk egy gólt, megvan az idegenbeli góljuk, és az lehet, hogy lélektanilag rosszabb lenne, de legalább 60 percig ugye szurkoltunk volna nagyon, és benne volt a lehetőség, jobban éreztük, tehát másabb így. Most már tudjuk, hogy gyakorlatilag tét nélküli. De attól szerintem a játékosok is mindent megtesznek majd, hogy így is ugyanúgy szurkolunk, és így is ugyanúgy azt gondolom, már amikor kisorsolták ezt a párharcot is, hogy ez egy ajándék a csapatnak, a klubnak és ennek a sok szurkolónak. Igen. Ezért még jelentésedért még kapni fogsz, hogy ajándék. Mint hogy már én is kaptam fórumokon. Nem ajándék. Hát ezt nem értem én is. Kiharcoltuk magunknak, hogy a sorsolás, hogy a Torinót kaptuk, nem egy valami no-name csapatot megint, azért azt gondolom ajándék. Így van. Mit szólsz ahhoz, hogy Takács nincs a keretben? Jelent-e ez valamit? Vetít-e előre ez valamit szerinted? Erre a kérdésre nem válaszolni. És akkor mit szólsz ahhoz, hogy Tünde már ott van a kispadon? Baba, Tünde! Tünde szemem mit fog látni vajon? Nem tudom, az eddigi igazolásaink közül szerintem neki van a legjobb pedigréje. Ő neki van a legtöbb tapasztalata, a válogatott szinten. Ezzel vitatkoznék, azért szerintem Garba jobb pedigrével jött. Hát áról. De ott azért sok gólt rúgott. Igen, viszont azt nézve, hogy milyen csapatokból érkezett. Olyan szempontból azért egy bolgár csapat, egy nigériai válogatott az számomra többet van. Meglátjuk majd, én szurkolni fogok neki, hogyha beáll.
hétvégén nem volt eddig még ennél nagyobb csapat. Meg akkor azt kérdezem tőled, hogy szerinted ez az év meccse? Ezt még nem tudjuk kijelenteni. Azt biztos vagyok, hogy a leglátogatottabb meccse. Tehát ennél többen idén nem leszünk. Semmilyen bajnokin, meg semmilyen kupa meccsen. De hogy az év meccse, az nem. Nem? Akkor az meccs volt az év meccse? Ja, most naptár évek mondasz? Naptár év. Akkor az volt inkább. Ez egy tét nélküli meccs, amin jó hangulat lesz. Én azt gondolom mégis, hogy ez az év meccse. Hiába rá. Már beszéltem erről, hogy nincs meg az a feeling. Nincs meg az a feeling, ez igaz. De azt gondolom, hogy az, hogy ennyien itt vagyunk, és most megmutathatja a csapat, azt gondolom, hogy jelen pillanatban a meccs kezdete előtt ez az év meccse, és hogyha a végén azt tudjuk mondani, hogy büszkévé tettek minket a játékosok, akkor pedig tartani fogom ezt az álláspontomat. Na, kezdődjék a találkozó. Hajrá, Loki! Kicsit megkésve megjött a Toninónak a kemény magja, úgy látom. Millió. Nem, most már 10 millió az új szabályok szerint. Nekik? Nekik. Itt annyi elkéri tőlük, meg mi van? 25.350. Nem is értem, hogy egyértelmű, hogy befele húzza erre, mi a amikor kiadták Zozának, én már mondtam, hogy jó, milyen játék. Én megmondtam, hogy befele fogja húzni a védő, meg elment a rövid csarok irányába. Utána mi már hiába vetődtünk be, de egyébként is előtte, ahogy kipasszolták, ahogy látszott, hogy mennyire le vagyunk maradva gondolatban is, meg technikailag is, ennyivel jobb a Torino, gratulálunk nekik a gólhoz. Mondtam, azt hiszem, kaptunk egy ízelítőt abból, hogy milyen egy jó kis szöglet, nem? Ezt én mondtam, hogy én a 0-0-ra is elégedem lettem volna kezdődik, és mert... Azt a mindenit! Egymás verik! Mondom én, hogy egymás verik! Rendben van! Szépen vagy! Mint a románok! Nagyon jó! Hát biztos belviszálja a szurkolói csoportok között. Záfolja rá! Szöglet! Őzsér! Na most kapnak a pofájukra! Menekülnek! Szaladnak! Futi, 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 futi! Futi van! Ez Magyarországon nem pályog! Így eltakarnán az arcod legszívesebben látva az első fél időt? Nem igazán. Inkább az olaszurkolók takarhatják rá az arcukat, mert az a balhi, amit itt maguk között lezavartak, az hát nem valami szép dolog, sem a Torinóra nézve, sem pedig az olasz labdarúgásra nézve, bár azt mondtad, hogy ez azért nem ritka dolog, hogy az olasz szurkolók maguk között is egy kicsit... Nincs egyetértés, hogy melyik tábor legyen a... Megint van valami. A vezér. Hoppá! Hoppá, hoppá! Most kérdés, hogy ezek magyarok, vagy... Igen. Azok magyarok. Azok a magyar. Szerintem onnan valakik átmentek körbe. De nem így kéne amúgy, stadionon kívül.
ott sem felvétlenül. Ott azt csinálnak, amit akarnak, Ustafnyába lezavarják. Meg már oda is a tekesek. Gyorsan benyomták a zenét, hogy legyen egy kis ütem. De hogy tényleg pont ilyen bunyúrszal ütem. Most fent is már szaladnak. Jönnek oda a balékot. Figyeld a felsők! És a figyeld a felsők a rész. Emá! Jéha! De azért beszartak az olaszok, de... Hagyjuk már meg magunknak azt, hogy ők itt agyfal hízzanak, mivel kevesszük a meccset. Nem mennek vissza, ilyen jól van. Megijedtem ott, hogy bemegyünk vissza. Be is mentek volna. Nem indulnak el. Ha mennek is oda a tekesek lezárnak, ott az a... Hát érdekes, kicsit szomorú, hogy ez izgalmasabb, mint amit a pályán látunk, nem? Tehát a 30. percben sokkal izgalmasabb dolgok történtek a vendégszektorban. Nem minden magát mélyed, de hogy nyílhat ki a felső ajtó? Hát, ez jó kérdés. Hát, úgy, hogy az nincsen belakható, nem lehet belakható. Azt mondom, hogy ezen a mérkőzésen már nem látok bele, és nem vagyok szakember, de szerintem vannak rendezői hiányosságok. Nagyon durván vannak, nagyon durván. És azt lehetővé teszi az, hogy az olaszok balhézzanak. Mi élvezzük a meccset, de szerintem az olasz játékosok is élvezik a meccset. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a klubnál megint nem készültek fel arra, hogy 15.000 szurkoló kijön. Sem a büfé kiszolgálás, sem a beléptetés, de főleg itt a stadionon belüli dolgok miatt hát. Most így, hogy már azért mi is benne voltunk a buliban, nehogy majd az UEFA minket is megbüntessen miért. Következő selejtezőt. Azerbajdzsáni 8. helyzet ellenzárt zárt szektorokat fogunk látni, leszünk 300-an. Szóval visszatérve azért a meccsre is egy kicsit, 2-0 oda, elég szép gólokat lőttek. Ezek voltak azok a gólok, amikkel el tudtam volna fogadni az idegenbeli 3-0-ás vereséget is. Mert ezekből a gólokból kijött az a fajta különbség, amit nem tudunk sehogy sem kompenzálni. Így jogos a 2-0, Garbának volt egy-két lehetősége, Garba kevés így dicsérni, igyekszünk, remélem gólt szerzünk a második félben. Látsz rá esélyt, hogy ünnepeljünk egy gólt? Igen. Bármennyire furcsa ezt, hogy mennyire magabiztosan mondtam, látok rá esélyt, mert 5-0 van az olaszoknak, nekünk meg mindegy, most hogy lőnek még egy, azt mondja, 2. Most mondanám, hogy egyébként valószínűleg visszaállnak, de én úgy látom, hogy ők teljesen felkészülési meccsre fogják ezt fel, és nyomnak végig, hogy játékban legyenek, legyen a meccsterhelés, készek legyenek a 3-7 múlva kezdődő szériá rajtra, úgyhogy nem fog ezt szerintem visszaállni. De reméljük, hogy lesznek helyzetei, és lesz egy gólunk, azért szurkolunk, hajrálok! Így van. Lőjetek egy gólt! Szóval attól függetlenül, hogy elkezdődik a másik fél, azért most azon jót röjögünk, hogy a biztonságiak szépen egyesével behordják a kerítéseket a vendégszektor mellé, hát ez borzasztóan amatőr és szürreális dolog. Magyarország 2019. De úgy, hogy ott vannak ráadásul a biztonsági emberek. Meg a rendőrök. Nagyon öröm lesz, hogy utána tovább jutottatok, hogy tovább jutottatok. Mit kapott a középbondi torszi vezetet? Ne kiszögle, Léci! Ott be, rendesen! Kérk a szállat, te folyamatosan! Gyerünk! Egyből vissza! Úgy van! Gyere, Dani, innen állj meg! Nagyon jó! Tovább! Tovább, Kevinnek! Szar! Let's go!
itt a Puxi ellen! Megvan a gól, ez az! És megint Koulibaly. Igen! Hölgyeim és uraim, megszereznek első támadást, Loki! Gyúrni kell, Kevin! A három embert, hogy megedett két ember. Hát ez iskolajáték volt. Ez egész meccsvegék iskolajáték. A szállát a 9. percben született gól szerző 9-esen Renate Lotti. NB1-es meccsen bement volna, maradjunk annyiban. Magyar kapus nem véd ilyet. Ne legyen négy, légy szíjó! Baszom! Szacsa behúzódott középre, helyet adott. A kis fiatal srác. Na, egy a kár érte, bassza meg! Vissza a magyar valóságba, augusztus 11-én a Kisvárda ellen. Emlékszel arra, hogy 4-1-re kikaptunk és ilyen tapsot kapott a csapat? Lehet, hogy volt ilyen. Mostanában biztos, hogy nem. Megérdemelt a taps? Bocsánat, csak éppen posztolom a végeredményt. Egyébként igen, tehát amiért jöttünk, azt elértük, úgyhogy én nem szomorkodok. Nem tudom, te hogy vagy vele. A két meccsen, a két utolsó gól miatt, hogyha azok nem lettek volna, akkor nem lenne bennem hiányérzet. Ez a két gól, ami hiányérzetet okoz, de a gól megszületett, most, és belegondolunk... még helyzeteink is voltak, és nagyon jó utolsó félidőt produkáltunk. Most ha belegondolunk, hogyha nincs a kinti gól a hosszabbítőnök, ugye az 2-0, biztos, hogy többen lettünk volna 1-2 ezeren.
máshogy álltunk volna hozzá, meg ha ez nincs, akkor azért összesítésben az 5-1 egy kicsit jobban néz ki, mint a 7-1. Tehát 0-2-1-3, így meg 0-3-1-4, nem néz ki jól, de hát ez az egy realitás. Ez realitás, ez az eredmény. Hát köszönjük, én azt gondolom a csapatnak ezt a gólt, azt, ahogy játszottak. Én azt gondolom, amit mondtunk az elején, büszkévé tették a debreceni szurkolókat és a kilátótalanul közönséget. A további értékelést pedig majd összefoglaló formájában, illetve de még valószínű, még folytatjuk ezt a kis vlogot, még Szemi majd. Még. Igen, még Szemi még bejelentkezik. Hát én a magam részéről majd az összefoglalóban folytatom, és majd hétfőn a semleges térfélben is. Köszönjük a biztatást, és hogy nézzetek minket, iratkozzatok fel, én a magam részéről itt kilépek. Cső! Cső! Na akkor Szemi, mit mondasz erre a 4-1-re? Igazából benne volt sajnos a pakliba, hogy a Torino egy sokkal jobb csapat, legalább lőttünk egy gólt, én azt mondom. Eredményen nem bárkodok, annak jobban, hogy nem tudtunk még egy gólt lőni, de nem volt. Azért inkább benne volt az, nem, hogy inkább kevesebbet kellett volna kapni. Igen, bár mondjuk voltak azért még helyzeteim, ha belegondolunk. Azért Kevinnek az a fél hollója, akkor Szacsának a kapura lövése. De én azt mondom, hogy tisztes helytállás volt a végén. Akkor valami zárszó még egyszer? Nope. De? Nope. Hajrá, Loki! Hajrá, Loki! Akkor ennyi volt. Elköszönünk. Ez volt a Loki Vlog. Sziasztok!